Míg az USZERE plusz a kormányon való maradás egyetlen feltételeként Florin Kucu miniszterelnök távozását jelölte meg, a Nemzeti Liberális Párt vezető politikusai élen a kormányfővel hallani sem akarnak erről a forgatókönyvről. Nem fogjuk megbuktatni a saját kormányunkat. A kormányfő lemondása azt jelenti, hogy megbuktatjuk a saját kormányunkat. Mi ezt soha nem fogjuk megtenni, közölte. Mi több, ma délután az USZERE plusz miniszterei nélkül kormányülést is tartottak, amelyen elfogadtak az Angel Salini programot. Ami ebben a beruházási tervben szerepel, azt belefoglaltuk a kormányprogramba is. Ezért ismét politikai józanságot várok el, mert néhány héten belül egy nagyon fontos programot, az európai újjáépítési és ellenálló képesség növelési tervet fogadunk el, ami majdnem 30 milliárd eurót hoz az országba. Ezt csak is ez a koalíció képes gyakorlatba ültetni. Hozzátette, Stelian Jona fiókba tartotta a tervezetet, ezért feljelenti hivatali visszaélésért. Továbbá jelezni fogja az európai partnereknek, hogy az USZERE plusz egy szalonképtelen, szélsőséges és Európa ellenes párttal kíván szövetkezni, utalva ezzel arra, hogy az AUR szavazataira számítanak a kormánybuktatáshoz.